A Szerencsi, a Tokaji, a Szikszói és a Tiszaújvárosi járás polgárőr egyesületei kaptak meghívást a Tarcali Közbiztonsági Fórumra, ahol Keresztesi János, Szerencsi rendőrkapitány értékelte Szerencs és a Tokaji járás helyzetét. Csóra György, a megyei polgárőr szövetség elnöke, értékelte az egyesületek munkáit, majd dr. Kunc Zsófia országgyűlési képviselő, a Szerencsi polgárőrség tagja méltatta az egyesületek kiemelkedő munkáját, amelyet a településen élők biztonsága érdekében végeznek. A település az ország életében nagy jelentőséggel bír a közbiztonság állapota. Elemi érdek ennek a kialakítása és biztosítása, mert a közbiztonság hiánya gazdasági és társadalmi feszültségeket is gerjeszt. Több mint 20 kamera, élő kamera van a településünkön, ami úgymond visszatartja a retineskedő embereket, és ezen kívül még van egy nagyon jó polgárőr, egyesületünk is a településnek. Az Országos Polgárőr Szövetség vezetése elhatározta, hogy minden megyében egy-egy települést kiválasztanak, és azon a településen meghívjuk a környékbeli települések polgármestereit, polgárőr egyesületi elnökeit és az egyesületek polgárőreit azért, hogy felmérjük, hogy azon a településen, illetve annak a környékén milyen a közbiztonsági helyzet. Jelentősen csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, amely egy jó hír. Ebben természetesen a rendőrség mellett a polgárőrségnek is szerepe van. Ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy a világon egyedülálló ilyen önkéntes szerveződés van, mint a polgárőrség. Úgyhogy ez számomra mindig egy nagy-nagy öröm, és sok mindent lehetett már hallani. A polgárőrség úgy gondolom, hogy ma már valamennyire a hazafiasságnak is egy jelképe. Nagyon fontos üzenet a fiatalok számára, hogy igenis foglalkozunk a környezetünkkel, a településünkkel, a közösségünkkel, a szabadidőnket is arra használjuk fel, hogy közösen a társainkkal együtt, ez valamelyest egy csapatépítés is, mert általában azért a polgárőrök közösen járőröznek, szóval töltsünk el együtt időt az annak érdekében, hogy a közbiztonság még jobb legyen a településen. Szólt az eseményen Csóra György úr, a megyei polgárőr szövetség elnöke is, aki pedig a polgárőrség tekintetében értékelte az elmúlt időszakot, megemlítette, hogy milyen komoly lehetőségeket teremtett a polgárőrségnek a kormány, milyen magas költségvetési támogatást többek között. Itt mondjuk ki tudom emelni, hogy 2010-ben 700 millió forintos támogatás, idénre már 1 milliárd 250 millió forintra rúg, amelynek a 90%-át a polgárőr egyesületek kapják meg, és tudnak működésre, fejlesztésre fordítani. És kiemelte azt az óriási lehetőséget, amelyet a Magyar Falu Program jelentett a polgárőrségnek, azon belül is a Falusi Civil Alap, amely tekintetében számos polgárőr gépkocsit tudott vásárolni, a polgárőrség több irodát tudott felújítani, több rendezvényt tudott megtartani, úgyhogy az elmúlt időszak számunkra sikeresnek bizonyult. A tavalyi évre, hogyha visszatekintünk, én nem tudok mellette elmenni, a járványügyi helyzetünk volt az, ami igazából minden más mellett felülírt mindent is meghatározta, egyrészt a közbiztonsági helyzetünket, másrészt a mi tevékenységünket is. Én úgy hiszem, hogy a polgárőrök segítsége nélkül azt a nagyon sok korlátozó intézkedést, amit a tavalyi éven a rendőrségnek kellett betartatni az állampolgárokkal, talán nehezen tudtuk volna végrehajtani. Én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer van felépítve a két járás területén, ami megfelelően tudja szolgálni a közrendet, közbiztonságot. A Megyei Polgárőr Szövetségnek 206 tagegyesülete van, de ide nem hívtunk meg mindenkit, csak a Tarcalhoz közelebb eső településeket, így a Szerencsi járáshoz, a Tokaji járáshoz, a Szikszói és a Tiszaújvárosi járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői kaptak erre meghívást.